Jó estét kívánok! Halló, itt vagyok, Szilágyi János vagyok, és már itt ülök azt hiszem negyedik alkalommal, és hál' Isten mindig hívnak, és el tudunk beszélgetni. A múltkori adás utolsó betelefonálója egy hölgy volt, akinek megígértem, hogy első lehet a mostaniban, vagy mi hívjuk, vagy ő hív, de ő már hívott is, itt van a vonalban. Halló! Halló, jó estét kívánok, Szilágyi úr. Jó estét kívánok! Jó estét! Köszönöm a lehetőséget, hogy akkor a múlt alkalommal felvetett téma, ami a Föld napjához kapcsolódott, az most adásba került. Igen, és önnek, már bocsánat, hogy ilyen profán módon kérdezem, önnek mi köze a Föld napjához? Hát én környezet szakjogász vagyok, és eléggé szívemen viselem ezt a témakört, tehát ebből a témában írtam, meg dolgoztam is valaha. Mit írt? Mi volt a címe a dolgozatnak, vagy a cikknek, vagy a tanulmánynak? Az volt a címe, hogy életszemlélet, etika, és ezek hatása a környezeti társadalmi életünkre. Ez jó komplikált. De végül is ön ezzel a földnapjával kapcsolatban mit szeretett volna elmondani? Hát én fölvetni szerettem volna két dolgot, ami az emberi felelősséghez tartozik ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogyha, tehát pont egy professzoromtól hallottam azt a mondatot, hogy a föld képes kielégíteni mindenki szükségleteit, de nem képes kielégíteni mindenki kapzsi igényeit. Aha. És hogy itt a és igény témában esetleg, tehát hogy ezzel kapcsolatban beszélgettem volna szívesen, és ezzel kapcsolatban az egyéni felelősségről, hogy ez végül is mindnyájunknak a... Igen, ugye tényleg nagyon kihasználjuk a földet, a tengereket, és kizsákmányoljuk, és ezzel sok probléma van, de egy egyén, mondjuk én vagy ön, mit tehetünk? Mi az emberiséghez tartozunk, úgyis az emberiség kifosztja a saját planéta földjét, és rendben van, az ember ezt olvassa, öntől hallja, de én egyénileg mit tehetek? Hát szerintem nagyon sokat hallunk arról, hogy egyéni szinten mit tehetünk, onnantól elkezdve, hogy otthon legyen bármi olyan módszer, amivel például a papírt, a műanyagot, meg az üveget, vagy különböző hulladékokat, vagy akár a komposztálóban gyűjthetünk, tehát minél kevesebb szemetet. Nyilván olyan dolgokat vásároljunk, ami amennyire lehet csomagoló anyagmentes. Nem könnyű, tehát én nem mondom, hogy ez annyira könnyű, de hát végeredményben régen is meg lehetett tenni. Igen, hát nagyon sokan vagyunk, én például személy szerint nagyon nejlonzacskó ellenes vagyok. Ennek ellenére, ha bemegyek egy boltba, és veszek egy fél kiló krumplit, biztos, hogy nejlonzacskóba fogják tenni. Emlékszem, hogy milyen szörnyű látvány volt, voltam egyszer Brazíliában, és mentem, és egy ilyen nagy, annyira előttem van a kép, hogy egy ilyen puszta volt, vagy alföldszerűség, ahol a szél ilyen nejlonzacskók százezreit hömpölyögtette. Sose fogom elfelejteni, rémes látvány volt. Hát és ugyanez a probléma, mert a műanyagjaink a tengerekbe kerülnek, és ugye hát nyilván mindenki hallott már, aki egy kicsit tájékozódik, hogy ilyen műanyag szigetek alakulnak. Igen, meg hát rengeteg fotó is van erről, ami szintén ledöbbentő. Szóval igen, hihetetlen és, területen össze van zsúfolódva sok szemét. A műanyag. A halak szervezetében is már találnak, sőt gyakorlatilag belefulladnak, mert ugye az oxigén, tehát ezáltal nincsen levegőzés a vízben, tehát ez nagyon sok ilyen probléma van, ami mind a környezetszennyezésből fakad, és nekem, én őszintén szólva, én azt gondolom, hogy mindegyikünknek, tehát nem lehet itt valami fejre mutogatni, hogy merő nem jó példát mutatott, tehát itt is számomra az egyénnek kell olyan szintre jönni, olyan belátásra, amiben azt mondom, hogy
Na jó, hát akkor nem használok autót, vagy ha csak lehet, akkor gyalog megyek, vagy biciklivel. Nem veszek műanyagot, hanem viszek magammal egy táskát, és abba vásárolok be. Hát sajnos nem tudom megfogadni az ön tanácsát, mert én ezután be fogok ülni az autómba, és hazamegyek, mert nagyon esik az eső, és messze is lakom innen, hogy hazagyalogoljak. De ez egy olyan téma, amiről rengeteget olvashatunk, és nagyon fontos, mindannyiunkat érintő probléma tömeg. Úgyhogy éppen emiatt, mert túl sok megbeszélni valónk lenne, ez a műsor pedig nem erre való, hogy ilyen nagyon-nagyon hosszú, komoly témákról beszélgessünk. Fájó szíved, el kell öntől búcsúznom, nem haragszik? Nem, köszönöm szépen a beszélgetést. Minden jót kívánok, köszönöm minden szépen. Várom a hívásaikat, látják kiírva, de aki csak hallgatja, annak mondom, hogy 061-9-111-168. Ennyi a számunk, és ezen lehet hívni ezt a beszélgetős műsort, aminek ugyebár az a címe, hogy Halló, itt vagyok. Én az utolsó pillanat előtt estem ide be ma, mert spórolni akartam az úttal, és ismerem már, hogy hogy kell idejönni, de gondoltam, hogy a navigációval valami közelebbi utat találok, ami aztán teljesen elvitt, itt már a kollégák nagyon drukkoltak, meg izgultak, hogy hol vagyok, és tényleg 3 percre vagy 4 percre előbb estem be ide a stúdióba. Én, aki nagyon-nagyon nem szeretek késni. És aki nem szeret késni, az nagyon-nagyon nehezen tűri el, ha más késik. Tehát, ha nekem egy randevúm van valakivel, egy megbeszélnivalóm, és valahol egy időpontra megbeszélve várok, és nem jön 10 percig, akkor én fülállok és elmegyek, mert nagyon nem bírom a késést, mint műfajt. Közben valaki a vonalban. Halló! Halló! Halló, szép jó estét kívánok! Tiszteletem! Gyönyörű november időben. Igen. A telefonon nincs november. Jó, hogy mondja. No, hát beszélgessünk akkor. Én nevemet ugye nem kell mondani. Abszolút mondjuk, nem. Béti vagyok, de nem ez a nevem. Ez csak egy ilyen kitalált név. Bármiről lehet ugye beszélgetni, kivéve, amit nem annyira... Igen, szeret. A politikát meg a Covidot. Azt hagyjuk. Azt hagyjuk, no, így van. Azért így előre szólok, hogy én egy átesett vagyok, és ilyen long covidos, tehát a memóriám, szavak, stb. Időnként bajban vagyok ezekkel. Ennek semmi köze ahhoz, csak azért szólok, ha nem... És nagyon be volt gyulladva, amikor megállapították, ez most önről szól, nem a covidról, nagyon be volt gyulladva, amikor kiderült, hogy covidos? Nem. 66 éves vagyok, és mondjuk 50-szer annyit éltem, mint a bárki más. Ezt hogy érti? Minden értelemben. Karrier, nők, lent és fent, sport, mindenbe kivettem a részem, amit lehet. Amsterdam, vagy nem mondjam. Mi a foglalkozása önnek? Vagy mi hát volt? Én kereskedelemben dolgoztam, és építőiparban a lovardám volt. Rengeteg mindent csináltam. Aha. Egy ilyen, nem tudom, hogy mondjam. Hát azt hiszem, hogy aki, azt hiszem, hogy akinek ennyi dolga volt az életben, és ennyi minden ért, és ennyi mindent csinált, az tulajdonképpen sokkal tovább él, mint az, aki az egész életét föl kell reggel megy dolgozni, hazajön. Szóval a sok történés az egy tartalmasabb élet, és a tartalmasabb életet maga az egyén szerintem hosszabbnak éli meg, nem de? Egyetlen dologgal kiegészíteném, hogy az én életemben bármilyen körülmény között a humor és a pozitív életszemlélet, tehát minden, bármi történik velünk, mindenbe találok valami jót, és talán ezért beszélgetünk még most is.
Úgyhogy túl lehet lépni rengeteg dolgon, ha az ember lát egy kis napfényt. Igen, ez egy elég optimista életszemlélet, de akkor én egy olyan kérdést hadd tegyek föl, hogy mi az az életében, a színes életében, amire nem szívesen emlékszik vissza, akár csak egy nap, akár csak egy személy, akár csak egy munka, amire rossz visszagondolni. Hát elmondom. A 2000-es évek elején kis cicákat, kutyákat tájítottam Hollandiába, le voltam szerződve cégesen, egy nagy kiterjedésű multi ilyen állatkereskedő volt, vagy 8 olyan boltja, mint egy-egy idő az úriembernek, és hát ezt minden tűzzel vassal akadályozta a holland állam. Nem szerettek minket, magyarokat, meg keletieket, és ugye akkor nyitottunk nagyságrendileg, megengedték, hogy menjünk oda is. Tök hivatalosan csináltam mindent, azt elmondom. Igen. Mert semmiféle fekete dolog nem volt, abszolút hivatal, hogy minden az utolsó kis papír fetni, és nagyon odafigyeltem, mert ugye csak minőséget szabad. A hollandok nagyon kényesek, tehát itt nincs olyan, hogy na most ilyen vacakócska dolgot visz az ember. Hát kérem szépen, tízzel vastag írtották, le volt fizetve kb. 60 ezer ember hatóságilag, hogy figyeljék a keleti rendszámú autókat. Hát nekem egy ilyen hosszú Ford Transiton volt, minden kényelme luxussal ellátta a kis állatok részére. 4-szer kerültem börtönbe emiatt, be is zúzták egyszer egyik transitomat. Nem mondja. De miért ez jogtalan volt, hogy... Jogtalan, abszolút jogtalan volt. Milyen szempontból volt jogtalan? Van egy törvény, hogyha megállítanak az úton, és azt mondják, hogy megvizsgálják, hogy mi a szállítmány, a dolgot. Így van, természetesen minden rendben van, de önállok elég az, hogyha most egy kis túlzásra azt mondom, hogy nem jó színe van az autónak. És akkor elkobozzák az autót, az állatokat, és eltelik 5-6 hónap, mire kiderül, hogy jogtalan volt, és vissza kéne szolgáltatniuk. De addigra már bezúzzák egy képen belül az autót, és a kis állatok oda kerülnek egy ilyen rendőrségi. Magyarul a fuvart nem tudja teljesíteni. Nem tudom teljesíteni, és ezt meg is mondják szemtől szembe. Ez a 2000-es évek, 2000-2006-ig volt ez a dolog. Mik vannak? Hogy ezt addig csináljuk, mert nem kívánjuk a Oszblokból ide szállított tenyésztőkkel a kutyákat, cicákat, mert nekünk is van elég. Na jó, ez egy dolog. De ugye ezért a negyedszerre olyan börtönbe raktak 4 napra, ahol már csak ilyen gengszterek voltak, akik sok-sok embert öltek meg, és tehát ilyen nagyon kemény helyre de raktak 4 napra, elrettentésül, és igazságtalanul, mert mindenem tiszta volt, minden rendben volt. Olyan tisztaság volt az autóban, hogy a dolgozomból nincs olyan. És ezek után, hogy sítre vágták, vállalt újra ilyen fuvart? Most az érdekesség az egészben az, hogy én ugye kisállatokkal csináltam ezt, és ugyanaz a rendőrség, mert van egy ilyen náluk, hogy Honden Brigád, tehát hogy a kutyás csapat. Igen. Ugyanaz a rendőrség megkérdezte, hogy nem akarok-e nekik munkakutyákat szállítani, felnőtt munkakutyákat. Úgyhogy még 2 évig munkakutyákat szállítottam. A holland rendőrségnek? A holland rendőrségnek, igen, és őt pedig vitték a különböző helyekre. Arról inkább nem beszélek, mert tudom, hogy hova vitték, tehát Izrael, Palesztina, szembe találkoztak a kutyák gyakran a tankok alatt, a hátukon megy egy ilyen aknával. No, a lényeg, ilyetetlen, hogy nekem az volt a legborzasztóbb, hogy amikor bekerültem autójára egy ilyen helyre, ott volt reggeli séta, és olyan emberek közé dobtak be, akik ilyen, hát életfogytiglan. Bűnözők. És én megkérdezték, hogy mit keresek itt. Hát mondom, azt mondták, hogy fals volt a könyve a kutyusnak. És majdnem megöltek. Nem azt hitték, hogy tégla vagyok. Ez nekem örökre bennem marad, úgyhogy ott örömböltem az ajtón, és azt hittem, hogy ez az utolsó perceim. De ők szegények azt hitték, hogy beépített emberek, és ilyen ócska Dunával. Próbálja magát kivágni, igen.
Igen, az útlevel a kutyusnak fals volt, és ezért került egy olyan helyre, ahogy csak a legkeményebb bűnözött. Egyébként önnek van kutyája? Hogyne, van. Most egy örökölt kis törpe tacsim van, hát én munkakutyás voltam, meg távlovagló, meg sok mindent. De nagy kutyákkal foglalkoztam. Itt a hugomnak, meg az édesanyámnak, én hozzám került a törpe tacsi, amit meghalt sajnos egymás után. És hát ez egy nagyon aranyos kis kutyám. Kutyus, soha nem volt kis kicsi kutyám, de megszoktam. Aranyos, kedves, szófogadó. Hát, nagyon jó fej. A kutya egy nagyon jó társ. Ez igen, kétségtelen. Nekem volt sok. Egy nagyon jó társ. Én egy rossz kutya leszek, mert a mi társalgásunkat befejezem, de nem erről akartam hanem beszélni. Na mondja, miről akart beszélni. Volt. Nem, mondja az még, miről akart. Egy esetleg majd egy más alkalommal, nagyon szívesen, egy nagyon titkos és nagyon félős dolog, ez a, ami nagyon, nagyon gyógyító hatású, a CBD és az ereszó, ami nálunk illegális. De mivel itt bármiről lehet beszélni, egy 10 éves tapasztalattal a nyomomban szerettem volna erről pár szót, ennek az együttes használatáról, mivel úgyse tudják ki vagyok, de rengeteg tapasztalatom van, mert ezzel is foglalkozom. Rendben, a kolléganőm föl fogja hívni, föl fogja írni a telefonszámát, vagy nem írja fel, de ön a következő adásba jelentkezzen, és akkor csak erről a témáról beszélünk, amiről hát, ön szeretett volna. További estét. Köszönöm kívánok, szépen. Jó szórakozást, jó beszélgetést. Köszönöm szépen, minden jót. Hát vannak irénylésre méltó életek, amikor valaki tényleg sok mindent csinál, sok minden történik vele, sok mindenre tud visszaemlékezni. Egy társaságban voltam valamelyik nap, tegnap vagy tegnap előtt, és erről beszélgettünk, hogy ha valaki sok mindenre tud az életéből visszaemlékezni, annak hosszabb az élete. Aki sok mindent felejt, annak rövidebb. Ad abszurdum, ha valakinek azt mondom, hogy mostantól kezdve mindent elfelejtesz, attól kezdve az egy perce élő ember, mert nincs élete. De az olyan emberek, mint ez az úr, aki előbb telefonált, akinek ilyen színes élete van, és mindenre emlékszik, ez ezért irigylésre méltó, és ezért mondtam azt, hogy igen, ez már valami. Közben megint valaki a vonalban. Halló! Halló! Igen, Hajdú Anna vagyok, jó napot! Tiszteletem! Parancsoljon! Hát nem tudok én semmit most hirtelen. Na, miért hívott föl? Hát valamiért fölhívott, csak azért, hogy beszélgessen velem? Ez rendben igen. Van, de hát... Az volt az összes, hogy a partinjeimről beszéljek. Miről? A parfümökről. Jó. Beszéljen a parfüm. Ja, igen, már mi egyszer beszéltünk, ugye? Nem, mert múltkor volt, de volt egy ilyen parfümös történet. Hát, ez biztos, hogy vannak sokan, akik... De miért ön parfümöt gyárt, parfümöt szagol, és eldönti, hogy ez jó parfüm, vagy nem? Milyen alapon akar a parfümökről beszélni? Boldogan? Nem, hát csak annyi, hogy büszke vagyok rá, hogy elég sok parfümöm van. Hát ez nem úgy van, hogy egy ember egy típus, maximum két típusú illatot hordoz a testén, ilyen vagy a ruházatán? Ilyen is van. Van, akinek van egy kedvenc parfümje, és amíg azt lehet kapni, addig azt használja. És ön melyiket használja? Hány egy tucatot használ, vagy négyet? Nem, hát 400 üvegem van körülbelül. Mennyi? 400 üveg, úgyhogy ha minden nap máshogy végre jutna sor. Akkor is elmenne másfél évig. Igen. És mindegyikben van is parfüm, vagy csak az üvegek vannak ott? Nem, mindegyikben van. Van amelyikben több, van amelyikben keveset, és vannak bontatlanok is. De mikor kezdett erre rákapni? Mikor kezdett gyűjteni parfümöket? Jó pár éve, 8-10 éve már akkor elég sok parfümöm volt.
nagyon szerettem mindig az illatokat. A legelső parfümöt a férjem vette nekem, de nem úgy, hogy ő megvette, hanem elküldte hozzám, aki házalt ilyen parfümökkel, és akkor én választhattam, és úgy volt az első, és aztán mindig egyet közé-köz lett. De hát ez egy drága mulatság ez, nem? Igen. Hát a parfümök nagyon drágák, és azért van az, hogy nagy divatcégek parfümöket gyártanak, ugye a híres az a Chanel 5, amit a Chanel, ugye ez a női divattervező dobott piacra, és azóta is abban a kiszerelésben ugyanúgy kapható. Emlékszem rá, mert anyám azt használta, a Chanel 5-öt használta, és ahhoz, hogy valaki ennyi parfümöt tudjon használni, ahhoz viszont nagyon jó szaglása is kell, hogy legyen, nem? Igen. Ami ráadásul fejleszthető. Hogyan? Pusztán a gyakorlással, hogy megillatoljuk ezeket a parfümöket, utána járunk, hogy mi van benne, nagyjából amennyit ugye meg lehet tudni, mert egy jó rész titkos, de mindegyiknek van valamilyen alkalmas leírása, és akkor erre aztán úgy rááll az ember óra, és meg tudja különböztetni, megszagol egyet, és akkor nagyjából tudja, hogy mi van benne, mik a vívő illatok. Aztán vannak olyanok, amik nagyon finomak, de senki meg nem mondja, hogy... Hát én elárulok magának valamit. Én nekem abszolút nincs szaglásom, és ennek semmi köze a Covid-hoz, már évek óta nincsen. És én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen fontos érzékszervünk. Tehát nem az, hogy nem tudok egy kölni illatot, vagy egy parfüm illatot érezni, hanem az ételek illata, egy bornak az illata. Mikor kiszállunk a kocsiból valahol a vidéken, a feleségemre azt mondja, jaj, de finom a levegő illata. Hát mondom neked. Hát az embernek étvágya sincs meg semmi, hogyha nem érzi. Igen, én nem tudom, ezzel sose voltam orvosnál, már nem is fogok menni, mert nem hiszem, hogy ezt helyre lehet hozni, de nem egy jó dolog. Úgyhogy nekem nem tud egy parfümöt se bemutatni, mert legfeljebb úgy csinálnék, hogy aztán jaj, milyen finom illata van. Viszont de... akkor ilyen szempontból szerencsés, mert nem így zavarja akkor másoknak az erős parfüm illata. Ami egyébként viszont rendszeresen ér ilyen ügyből kifolyólag hiszen nagyobb atrocitás. Ja, hogy önre rászólnak, hogy nagyon erős parfüm illata van? Hát olyan is volt, hogy kollégák voltak, hogy nem bírják elviselni. Aztán olyan is volt, mit tudom én, ez nem is olyan régen volt, hogy mentem egy orvosi vizsgálatra, csak valamit úgy fölfújtam, és gyanútlanul beállítottam, és abban a pillanatban, hogy beléptem a rendelőt, a doktornő kinyitotta az ablakot. Ön ezek szerint nem finomabb beszórja magát, hanem maga locsolja magára a parfümöt, nem? Rendesen így van, ennek van egy rituália, hogy hova, hányszor, mennyit. Na ezt a rituálét mondja el, és akkor majd ezt én továbbítom, mondjuk az én feleségemnek. Mi a rituálé? Egyik oldalára anyagnak, másik az a másikra, aztán fölfújunk a levegőbe, akkor az ráhullik a hajunkra, akkor én szoktam hátra is egy kicsit a talkóra, akkor be a ruhába, és akkor a legvégén a csuklóra, és akkor azt összeütögetjük. Tehát tulajdonképpen egy 8-9 fújás. Igen. Én így látatlanban már kinyitom az ablakot. Doktor, ez is ott sem, mit lehetett az arka. Hát kívánok önnek még 100 parfümöt, de még nem találkoztam ilyen hölgyel, akinek 100 parfümje van otthon, és használja is őket. Köszönöm, hogy hívott. Nagyon szívesen. Minden jót. A telefonszámunk semmit nem változott, 061-911-168. Lehet hívni ezt a számot, és akkor beszélgethetünk bármiről. Hát nem érdekes volt ez a parfümös hölgy, vagy az az úr, aki Hollandiába szállította a kiskutyákat.
olyan témák vannak, hogy az ember néha csak elcsodálkozik örömében, mert én örülök, ha minél váratlanabb és minél érdekesebb témákban hívnak, de most éppen csönd van, ne felejtsék el, hogy lehet ezt a számot hívni, 9-111-168. Ez a számunk. Mit kezdtem el? Ja, erről a szaglásról, hogy az ember nem gondolná, mert a hölgynek csak említettem, hogy milyen fontos érzékszervez, hogy mennyi örömöt tud adni a szaglás, az illatok, és nem, ha mikor még éreztem szagokat, és valaki azt mondta volna, hogy melyik érzékszervemet veszteném el, hát persze egyiket sem, hogy süket akarok lenni, vak, vagy ez, rögtön azt mondtam, hogy a szaglásom. De ezt megkaptam, annélkül, hogy ezt kívántam volna, vagy tettem volna érte valamit, és így utólag jöttem rá, hogy ez bizony egy nagyon fontos érzékszervünk. Közben ismét telefonál valaki. Halló! Halló! Jó estét! Jó estét kívánok! Hogy van? Köszönöm szépen! Szétes Kornélia vagyok. Igen? És hogy becézik önt? Kori? Tényleg, mi a beceneve? Nelli. Tessék? Nelli. Kedves Nelli! Valamire azért hívott, nem? Valamit el akart mondani. Úgy tűnik. Na, mondja. Hát én nekem van egy olyan meglátásom, hogy családokon belül, hát akár szűkebb és tágabb millióban a szerepek megváltoztak. Ez hogy érti? Én ezt úgy értem, hogy a szó szerint megváltoztak. Az apából lett az anya, és a gyerekből lett a szülő, aha, vagy hogy érti? Körülbelül így van, bizony. Na, ezt hogy érti? Tehát az önmegvalósítás. Én ott látom ezt a kérdést, hogy a hölgytársaim, ám bár én is nő vagyok, mégis ellenük kell egy kicsit beszéljek. Mind a mellett, hogy 1958-ban születtem. Igen. Tehát most már azért 63 éves vagyok, hála az égnek, hogy megszülettem, illetve hogy vettem, vagy mi. De nem is az a lényeg az egésznek, hanem az, hogy ezen elgondolkodtam, hogy, és egy nagyon belevaló lány voltam világéletemben, de azért ez az önmegvalósításos téma, ez azért engem nagyon érdekel. És azért, mert szűkebb, tágabb környezetemben, ismeretségi körömben is ez megtörtént. Az, hogy a hölgyek, tehát nem nevezek meg senkit, egész egyszerűen az ő önmegvalósításuk véget feláldozták a férjeiket vagy élettársaikat arra, hogy a kakis pelenkákat dobálják ki nyugodtan a kukába, és nyugodtan szépen etessék, itassák a gyerekeket, meg altassák, meg meséljenek nekik, és egyáltalán míg ők önmegvalósítanak a botox osztályukkal. Na, hát ennyi. Úgyhogy én meg ezt azért annyira nem kultiválom. Na, közben, szóval az, hogy egy családban a férje, az apa megfizeti a gyereket, meg leteszi, az nem drámai. Még akkor se, ha a felesége szája botoxolva van. De ön úgy érti, hogy bizonyos nők mindent a férfiakra tolnak rá, hogy ők önmegvalósuljanak? Yes. Most tulajdonképpen ez az önmegvalósítás mit jelent? Mi alatt a férje a kakás pelenkákat dobálja ki, vagy mossa el, az alatt ez az önmegvalósító nő mit csinál? Az alatt? Hát önmegvalósítja magát. Mondjuk képzi magát. Tehát beiratkozik ide, beiratkozik oda, nem ér rá semmire, amíg az apuka el is intézi a gyerekeket, le is fekteti, le is altatja. Éjjel 11-kor kerülünk haza, ugye, mert mi önmegvalósítunk. Tehát én ezt megmondom őszintén, ez nem fér bele az én verziómba. Most nem azért, mert 58-as születésű vagyok, hanem mert valahogy nekem az alfa hím hiányzik. Tehát az hiányzik, hogy a tiszteletlenség,
hogy az egyik a másik, ja, és akkor közben le is lúzerezi azt az embert, aki egyébként ezt megcsinálja, mert közben neki meg saját magának az önmegvalósítására nincs ideje. Érti, Szilágyi úr? Hogy ne érteném, de azért úgy gondolom, hogy ehhez két ember kell. Kell a gyereket fürdető apa, és az ön szerint önmegvalósító nő. Tehát ha a férfi azt mondja, édesanyám, tegnap én fürdettem a gyereket, ma te fogod fürdetni, és én valósítok meg ön. Szóval ez egy kétszereplős játék, maga úgy nekirohant a szerencsétlen nőknek, hogy kénytelen vagyok megvédeni őket azon férfiak nevében, akik mernek szólni, hogy édesem, most majd te mosogatsz el, és én megyek moziba. Nem probléma. Tehát én egyébként ezt hozzá akartam tenni, hogy félre ne értsék. Tehát én messze nem vagyok ezeken dolgok ellen. Tehát én is azt mondom, hogy de én nem szeretem, hogyha a férjem kezébe a porszívó cső ott van. Mert valahogy nem megy ez nekem. Én nem szeretem. Ez nem az ő témája. Viszont fogja meg a fűnyírót, azt nyomja. Tehát ez én nekem valahogy másképp alakul. Hogy a férjnek való a fűnyíró, az mert az nehezebb munka, de ne porszívózzon, mert az megalázó egy férfi számára. Így hát, úgy érzi. Én elnézést, de én nem is. Valahogy igen, valamilyen ilyen, lehet, hogy ferde a téma, amit én gondolok. Ja, a másik ha ön lenne az én feleségem, akkor azt mondanám, drágám, menj ki, nyírd le, sportolj egy kicsit. Menj ki és nyírd le a füvet. Én az alatt porszívózom, rendben? Na most nem fogja elhinni, Szilágyi úr, hogy én hányszor fűnyírtam már. Rengetegszer. Mert a férjem nem volt itthon, mert ő meg más dolgozott, igen, más csinált. Tehát itt valahol egy kicsit srévizavé van. A lényeg az, hogy, ja és igen, még a szifrazsettekre akartam visszatérni. Mert ugye én szerintem innen indult ki, ugye? A szavazati jogra szavaztak, ugye, a hölgyek akkor. Nem arra, hogy a férfi fogja a porszívót, meg a felmosorongyot, meg a nem tudom mit. Nem igen, bizony. Igen, igen, ennyi, igen. Ennyi. Csak kizárólag a szavazati jogra. Tehát én legalábbis így tudom. És ez itt nagyon srévizavé, mert megint el van csavarodva az egész, mert innentől fogva már most akkor nekünk akkor a szánk van, mint a vihar. Nem, hát, nagy szájuk van. Ne mondja meg, hogy hol lakik. Ne! Mert magának fognak meg rontani a szomszéd asszonyok. Egy nő így letolja a nőtársait, ezt még nem is hallottam. Úgyhogy védelemből, a nők védelmében elbúcsúzom öntől, és köszönöm, hogy mindezt elmondta, de... Jó, azért én egyébként egy nagyon jó kedvű ember vagyok, 4000 méterről leugrottam a 60 éves koromba, 3 évvel ezelőtt, tehát én azért egy vagány ember vagyok. Ejtőernyővel ugrott ki? Befizetett egy ilyen ejtőernyős ugrás, és kiugrott? Persze, tandemos, persze, hogyne. De ez volt az első, és egyszer ugrott életében? Nem az utolsó, nem biztos. De egyet, eddig egyszer ugrott? Egyszer ugrottam, igen, és még lehet, és hogy milyen volt? Azért nagyon megijedt azért mégis, annak ellenére, hogy vállalta, mikor kiugrottak, nem. Akkor az milyen volt? Nem a kiugrás volt az érdekes, hanem amikor kinyitották mellettem, a fenekem mellett az ajtót a Cessnába, az érdekes volt, mondjuk, tehát térkép a táj. Igen. És azért igen. Az furcsa volt, hogy nekem Radnóti ki kell írni egy ilyen rampára. Hát azért mondjuk akkor azt gondoltam, hogy nagyon hülye vagy te, Nelli. Ennyi. De időm már nem volt. Nelli nem hülye, hanem jókedvű, és nagyon örülök, hogy egy jókedvű Nellivel beszélgethettem. Minden hát jót. Én is örülök nagyon, hogy önnel beszélgethettem. Minden jót. Csodáltam mindig magát. Jaj, ne, ilyeneket nem mondjon. De miért ne? Mit csodál rajtam? Hát egyáltalán a stílusát. De nekem ez tetszik. Köszönöm szépen. Nekem is tetszik az ön stílusa.
Köszönöm, uram. Minden jó. Viszont hallás, minden jót kívánok. Jó egészséget. Önnek is. Hát, az volna jó, mindenki ilyen feldobott és ilyen jókedvű volna, mint a Nelly, ez a hölgy, aki az előbb hívott. Csak tátom a szám, hogy ilyen helyzet, amikor mindenki otthon, mindenki le van, depresszió fele haladunk nagyon sokan, mert nincs mit tenni, és akkor egy ember ilyen jókedvű, és föl van dobva, és még arra is van mersze, hogy a nőtársait letolja, hogy önmegvalósítani akarnak. De én élveztem. Remélem, hogy a következő telefon is mindjárt élvezhetem. A számunk 911-1168. De mondhatom úgy is, hogy 9-111-168. És ezt a számot már valaki hívta is. Igen, jó estét! Halló! Szép jó estét, szép jó estét! Tiszteletem! Én Siska Lajos vagyok. Igen. És egy kicsit visszatérnék a párfűn, botok női témához. Igen. Gondoltam, hogy telefont ragadok, ha már ez így szóba kerül, de hogy miért is? Mert hogy nem tudom, hogy hallottam egy bizonyos Ernő Lászlóról, ő a Szárok kozmetikus, a bőrgyógyásza volt. Nem hallottam róla. Nem? Nem. Akkor egy kicsit mesélnék róla. Dr. László Ernő, ő gyakorlatilag a mint rokona beszélek, mert hogy az anyukámnak a sógoráról beszélünk. Itt a szereplők között nagyobb korkülönbségek vannak, ezért beszéltünk László Ernőről. Hát ő 1897-ben született Erdélyben, és Budapesten, pontosabban Szlovákiában született, és Budapesten nőtt fel, majd itt is tanult, és az első komolyabb páciense az a Habsburg Stefánia volt. Ő ugye a Rudolf főhercegnek volt először a felesége, majd egy magyar földes úrhoz ment hozzá, és nagyon erős pattanásos arcbőre volt, és ez komoly pszichés problémákat is okozott, ugye akkoriban még nem létezett botox, és ez a fiatal orvos, 22 évesen, ugye elkezdte ezt a... kezelni, ezt a, és gondolom rendben is hozta. Nagyon, nagyon sikeres lett, és a második az pedig a gombaszögi Frida, ugye ott a négy gombaszögi lányok közül. Igen. Az egyik. És később annyira sikeres lett, hogy az európai arisztokrácia, a felső réteg az mind hozzá fordult, de a háború 39-ben közbeszólt, és tulajdonképpen New Yorkba költözött ki, és ott Manhattanben a Fifth Avenue-n hozta létre a nagy kozmetikai szalonját. Hát most kapaszkodjon meg, mert hogy olyan ügyfelei voltak, mint Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, vagy például Greta Garbo. Nem mondja. És sorolhatnám a Windsori herceget, és Audrey Hepburn is például, ugye. Mikor azt, ilyen történetet hallok, vagy olvasok, akkor mindig azon gondolkodom, hogy az az ember, aki ezt csinálja, László úrnak hívják, ugye, akiről beszél. László Ernő. Ernő. Szóval László Ernő, hogy annak vajon nem remegette meg a keze egy átvitt értelemben, amikor egy ilyen világhíresség jön be, hogy nyomja ki a mi teszereit. Például, igen. Szóval én ugye képzelem, akármilyen jó kozmetikus, vagy akármilyen jó orvos, de mégsem egy világhír, és bejön hozzá a világhír, hogy vajon ezt hogy kezeli. Igen, egy nagyon érdekes nimbusza lehetett a angolosítva Ernő László, de Dr. László Ernőnek, mert hogy a Marilyn Monroe is kétszeres ajánlással jutott be hozzá, tehát úgy lehetett az első konzultációra is hogy bejutni, hogy csak protekcióval lehetett hozzá bejutni. Igen, magyarán. Protekcióval, és nem is volt elég egy, és például a Kennedy elnöknek is, ugye több orvosa volt, akik
a Fehérházban meglátogatták, de a László Ernőhöz az Ernő, az elnök ment be. Tehát volt benne egy olyan fajta tekintély, illetve szigorúság, mellette pedig egyfajta apai gyóntató pszichológus is, aki bizony ezeket a különleges hollywoodi sztárokat, hírességeket, politikusokat mind szóra tudta bírni. Tehát, hogy ő azért, ahogy vallotta, az ő munkássága egyrészt filozófia, pszichológia és fiziológia. Aha. Tehát ő rendkívül értett ahhoz, hogy a női lélek ápolását is. És ön, aki most él, és nem világhírű kozmetikus, mit szól ahhoz, hogy mennyien változtatják meg tulajdonképpen az arcukat? Feltöltik, leveszik, megváltozik, ilyen szájak. Lefújják. Szóval ön ehhez hogy viszonyul? Én laikusként viszonyulok ehhez, de nyilván a szépségnek mindig ára volt, és ára is lesz. Abban a korban is már, főleg amikor 67-ben visszamonult, apriban már kezdetlegesen voltak ilyen kísérletek és lehetőségek, ezek abszolút személyiségromboló is, én azt gondolom. Ő azt mondta egyébként, hogyha a videt és egy szappant, ugye az ő fekete szappanját használják, az bőven elég. Ez egy testképzavar is egyben, hogy valaki úgy gondolom, hogy gyakorlatilag, ha megváltoztatom az arcom, akkor az már nem én vagyok. Mindenki az életét, egy idős parasztasszony, akármilyen ráncos, meg nem jár ugye kozmetikushoz, milyen igen, szép tud lenni, hogy igen, egy élet van az arcára írva. És én, nekem az a véleményem, hogy szóval én ellene vagyok ezeknek, nem tiltakozom, de vannak olyan ismerősök a baráti társágomban, akik nem szoktam ezért persze szólni neki, hogy nézel ki, mert nem rémesen néz ki, de nem ő. Van egy igen, világhírű férfi, aki botoxol. Na mit gondol, kire gondolok? Putyin. Így van. Szóval én nem vagyok egy szakember, de a 100%, hogy a Putyin föl van botoxolva. Igen. Hát akkoriban egyébként nem volt népszerű akár az arcmosás sem, tehát pont ezért kellett meggyőzni sokszor elég határozottan az ő pácienseit, ugye itt Grace Kelly-től kezdve elég sokan járultak hozzá, hogy ugye mossák az arcukat, és ugye ki is fejlesztette ezt a fekete iszapszappant, amit Woody Allen filmjeiben elég sokszor visszaköszönnek, és ezekkel hát mosdatta tulajdonképpen az arcukat, de ő ugye saját magához is ilyen szigorú volt. Tehát a férfiak például ugye van ez a hajbeültetés. Azon röhögni kell. Most nem fog neveket mondani, hogy kik ismerünk ilyen hajbeültetett embereket. Igen. Na most mondjuk, hogy én is kopaszodom már, hát nekem sokkal sűrű volt a hajam, most arról nem beszélve, hogy barna volt. Igen. De most mi volna, ha én itt kopaszolnék? Mi volna? Ha köröznek egy embert, manapság, rendőrség köröz, az nincs oda, vagy keresünk egy kopasz embert. Ez nem is egy jelző ma már. Tehát attól, hogy valakinek nagyon hulik a hajas, kopaszodik, a férfiak ettől bizony ki vannak nyitva. Most én is azért mindig megnézem a fésűt, hogy úristen, mennyi haj van benne. De nincs mese. Aki megvénül, annak hullik a haja, az megkopaszodik, az ültethet be, amit akar. Van közeli barátom, aki szintén ültetett be hajat, és akkor most kérdeztem tényleg, és most jobban érzed magad? Azt mondja, hát mond, és egy vagyomba kerül, mondanom sem kell. Egy vagyom. Ön kopasz, szodik? Kopaszodom, így van. Kopaszodom egy picit felül, de én ezt
ezt így hagyom, ahogy a természet adta. Hát ezt, akkor ebben egyetértünk, és ebben az egyetértésben búcsúzom öntől, és köszönöm, hogy elmondtam tetteni. Mindezt, amit elmondott. Köszönöm. Minden jót. Viszontlátás. Kérem szépen, a telefonszámunk 9-111-168. Aki hívni akar, az hívjon. Én nagyon boldog leszek, hogyha továbbra is ilyen érdekes témákról tudok bárkivel beszélni. Hosszabb, rövidebb ideig. Már is valaki a vonalban. Halló! Halló! Tiszteletem, Szirágyi, meg a Horváth Péter vagyok. Üdvözlöm! Következő miatt hívom egy kettő témában. Az egyik az, hogy képzelj el, hogy én egy gyermekfokos voltam, kisebb koromban jártam az országot, és egyszer 50 évvel ezelőtt körülbelül Szeged felől jöttem hazafelé, és lekéstem a távolsági buszt, és lehet, hogy már nem emlékszik maguk, hogy riporttól jöttek autóval a Szeged felől, igen. És stoppoltam, és maguk fölvettek engem. Milyen rendesek voltunk, azt, amit ki gondolta volna. És nem is az érdekes, hanem ön egy olyan történetet mondott, tehát nem történetet, a véleménye volt a Forma 1-es autóversenyzésről, amit azóta is az az emléke megvan, lehet, hogy már erre emlékszik, azt mondta, hogy Forma 1-es, akkor még ugye Magyarországon nem volt futam, hát szó sem volt, de hogy a Forma 1-et ő nem érti, csak azt, az az érdekes a Forma 1-ben, hogy valami baleset van, valami katasztrofa, különben ki a fantasztot érdekel, hogy ott 50 körbe fut meg. Ez ma a mai napig benne van, kérdezőszor, hogy maga ezt mondta. Lehet, hogy már... Komolyan, miközben én annak idején egy barátommal, aki ilyen autós újságíró volt külföldön él, azzal kimentem Ausztriába, kimentem Belgiumba, Forma 1-re, és oda voltam érte. Ma már nem nagyon nézem csak a rajtot, azt megnézem, ott mindig akkor történik valami, mert most már annyira agyon van szabályozva, annyi technika dolog van benne. Régen emlékszem, amikor kim voltam Ausztriába, a Jackie Stewart volt akkor a világbajnok, akkor kézi sebváltó volt, szóval sokkal több múlott a pilótákon. Izgalmasabbak voltak a versenyek. Sokkal. Képzelj, mai napig benne van ez a történet. 50 évvel ezelőtt, 70-70. Hát én erre nem emlékszem. Én elmondok önnek egy történetet, ami szintén egy ilyen találkozás, hogy megszólított az utcán egy pasas. Azt mondja, szevasz. Én ilyenkor rögtön meg szoktam mondani, kérdezni, ki vagy, vagy ki jön, mert nem csinálok úgy, mint hogyha igen, ismernénk egymást, de majd közben rájövök. Azt mondja, hát nem emlékszel, mondja tegezve, nem emlékszel rám? Hát a Senki többet harmadszor című műsorban, ami egy rádiós vetélkedő volt, és 17 évig ment, 17 évig, hogy én ott nyertem egy londoni utat. És mondom neki, mi van? Hogy miért emlékszel? Azt mondja, hát én nyertem. Mondom, de hát én vezettem a műsort, és te, ha már így letegeztél, te emlékszel rám, de én hogy gondolod, hogy emlékeznék rád? Úgyhogy ezért csak mondom, hogy nem emlékszem erre a stoppolásra. De milyen rendesek voltak, hogy fölvettek egy stoppolót, ahogy mentek haza fel a már stoppolták le? Én fölveszem. Én persze. Na, most a másik, ami már szinte régóta bennem van, hogy ez a halló ütős műsorról beszélt a múltról, hogy ez felvételről ment. Hát hogy tudták ezt felvételről csinálni, amikor betelefonáltak emberek, azok honnan tudták, hogy mikor kezdte az instant, hogy meg volt hirdetve a műsorból, hogy este 10-re, csak mondta egy időt, akkor nyilván akkor telefonáltak. Megmondom, az emberek. Akkor a rádió újság egy több százezer példányban megjelenő újság volt, amiben a rádió és a televíziós műsorok benne voltak, és abban a rádió újságban volt mindig beírva, hogy melyik hétfőn lehet hánytól hányig telefonálni. És még volt egy-két műsor a szórakoztató osztályon, ahol külön be is mondtam, vagy mondtuk, hogy lehet hívni, így. És akkor hívtak, és ezt fölvettük szalagra, és utána vágtam, mert hál' Isten ebben a műsorban, ahol most beszélünk, tényleg nagyon érdekes telefonok jönnek, még egyik
hívás se volt olyan, hogy egy másodperc múlva le akartam volna tenni. De az a kockázat megvan, hogy valaki fölhív, és unalmas, vagy nem tud jól beszélni, és hogy lehet valakit bele döngölni a földbe, vagy fölhív, és azt mondom, kösz, ez engem nem érdekel, viszlát. De most ebben a műsorban lekopogom, még ilyen nem volt. Érthető. Jó, van, hát nem tudtam, ez nagyon jó, hogy ezt elmondtam, mert megvan. De az utolsó, a Fiala János szoktam idézni, de minden héten háromszor, őt reggel, 20 éve hallgattam a János minden reggel. Igen. De külföld párom, és szoktam mondani, hogy a Fiala, vagy a Szilágyinak van egy mondása, a rádiózás három dologból áll, zenéből, szövegből és csöndből. Ezt a hármat mindig elmondja mindenki. Tényleg? Hogy az ön privilégium az ön mondása volt, és tényleg ez így van. Ezt, ezt nem, így, én mondtam neki, vagy máshol mondtam, nem tudom, de tényleg én mondtam. És nagyon örülök, hogy hallom. Én is. Köszönöm, hogy hívott. Minden jót. Köszönöm. Minden jót. Hát, az egyik telefon érdekesebb, mint a másik. Már nem a telefon, hanem a telefonvonal túlsó felén lévő személyek. Kifejezetten élvezem, remélem önök is, hiszen ez az egész azért van, hogy önök is jól érezzék magukat ez alatt a beszélgetés sorozat alatt. Ha marad a sorozat, vagyis hogy lesz valaki a vonalban, van még 8 percünk, ebbe bőven belefér valaki. Sőt, talán még 2 telefonáló is. A számunk 911-1168. Nálunk ez így van kiírva, hogy 061-9-111-168, tehát az ember a telefonját úgy írja be, hogy 911-1168. Mindegy, akárhogy mondom, ennyi a telefonszámunk, kérem, lehet hívni. Várok bárkit szeretettel és érdeklődéssel. Halló! Lehet-e hallani? Elég rosszul hallom. Hát én elég hangosan beszélek. A telefonja... Nem, most már jó. Most már jó. Parancsoljon. Igen. Na hát én azért telefonálok, mert elég sok reményvesztett embert ismerek, és gondoltam, hogy elmesélem, hogy mindig van remény. No, mesélj. Hát, pont tegnap volt, amikor a lányom küldött nekem egy üzenetet, egy nagyon kedves üzenetet, egy idézetet egy könyvből, elmondanám, hogy mi volt ez. Igen. Veszteségeket élhetünk át, egy krónikus betegség vagy gyász közben, munkahelyen, veszekedés és sok-sok más történet során. Furcsa módon látszólag mindent elveszíthetünk, amit annyira szeretnénk megőrizni, és a helyére csak szomorúság költözik, reményt is elveszíthetjük. A veszteségeink közepette könnyű azt gondolni, hogy soha nem fogunk megújulni, vagy újból teljes életet élni. Könnyű azt hinni, hogy soha többé nem fogunk körülni, nevetni, vagy a világ szépségeit látni. Talán soha nem kapjuk vissza azt, amit elveszítettünk, de örömünk lehet bizonyosságban, hogy Isten velünk van. Most nem véletlenül küldte ezt nekem. Ezt ő valahonnan kimásolta, vagy ez az ő szövege? Nem, ez egy könyvből idézett nekem. Igen, és miért küldte önnek? És ő diakónus, tehát ezért közel áll hozzá ez a dolog. De most azért küldte ezt nekem, mert hát nyilván érintett vagyok valamilyen szinten. Svájcban élek jelenleg. Igen. Most már elég régóta, 2002 óta, akkor jelentkeztem egy állásra, amit szerencsére megkaptam, akkor még nagyon örültem neki, hogy megkaptam, még most is örülök neki. Aztán minden ment a maga útján, a család egyesítés, jött a lányom, jött a feleségem, a fiam sajnos Budapesten maradt, nem tudott csatlakozni. Aztán minden szépnek tűnt, jónak tűnt, egészen 2013 végéig. Akkor mi történt? Hát akkor elkezdtem furcsán viselkedni. Ön? Ami nekem nem tűnt.
Ön viselkedett furcsán? Igen, igen, igen. Nekem ez nem tűnt föl egyáltalán. De miben jelentkezett ez a furcsa viselkedés? Hát megváltozott a személyiségem. Addig eléggé nyitott voltam, és akkor hirtelen bezárkózott lettem. Akkor mindig nagyon pontos voltam, folyamatosan elkéstem. Aztán jöttek a fejfájások, jöttek, elfelejtettem dolgokat. Tehát ilyesmik történtek, és folyamatosan fájt a fejem. És ezt ön hogy élte meg? Ezt tudta magát kívülről látni, hogy egy más ember lettem, vagy egy más emberré válok? Vagy erről mások figyelmeztették is? Hát főleg a nejem vette észre. Ezt főleg ő tudta ki. Hát a fejfájást ő vette észre, de a viselkedése a feleségének tűnt fel. Igen, 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 igen. És állandóan fáradt voltam, meg azt hittem, hogy burnouton van, mert az irodában többen burnoutot kaptak, mert hát nagyon szép és jó multinacionális cégnél dolgozni, jó pénzért, csak hát ugye folyamatos átszervezés, ennek ára van. A többek között ez lett a burnout. Aha. De azt hittem, hogy nekem ez van. Aztán ki is írt a ház, itteni házi orvos burnouttal, és örültem is neki, 2-3 hét pihenő, rendestem az örömtől, aztán de nem, nagyon aggódott, és állandóan valakit a nyakamra ültetett, hogy nézzen rám. És az 2014 márciusában volt már, amikor fölhívtam, hogy hol van a lány. Már aki önre felügyelt, vagy aki önt figyelte. Az egy lány hát volt? Én ezt gondoltam, hogy ott volt. Hát ott volt, csak egy héttel azelőtt, és mondta a nejem, hát ne vissza, hát nem is lakik már velünk. Már férhez ment. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor ez jó, ez lezáródott. Aztán miután harmadszor is fölhívtam ugyanezzel a nejemet, akkor ő fölhívta az orvosunkat, hogy itt valami nagyobb gáz van, mint burnout, és mondta, hogy azonnal menjünk az ügyeletre. Elvitt, a nejem ott hagyott csapott a munkahelyén, és rohant összeszedni engem, és akkor mentünk a sürgősségire. Na és mit állapítottak meg? Hát agyrákot. Agyrák? Úristen. Ez mikor volt? 2014, ugye? Igen, igen, igen. És most 2021, tehát hál' Isten ezt megúszta. Hát igen, igen, de azért még nem záródott el ennyire egyszerűen a dolog. Ez egy glioblastoma multiform grade 4-es rák volt, ami... Ebből egy szót nem értek, de rendben van. Tehát, ez az egyik legagresszívebb. Ez az egyik legagresszívebb. És megoperálták? Meg másnap. Tehát már ki sem jöttem a kórházból, másnap már megoperáltak. És akkor volt a szövettaníig, bent maradtam a kórházban, nem volt egy 6-szor 3 cm-es tumort vettek ki. Azt mondták, hogy még egy-két napom lett volna hátra, mert a tumor olyan gyorsan nőtt és olyan nagy volt, hogy tolta hátra az agyamat. És hát egy kellemetlen volt. Kellemetlen? Enyhén szólva. Igen. Ennyien szólva. Ezeket én nem realizáltam. És mikor megoperálták utána, ez az egész viselkedése minden helyre jött? Hát igen, teljesen. Még volt egy nagyon furcsa kényszerképzetem, amit nem tud, én azt hittem, az normális, hogy valamelyik online portálon találtam egy nagyon-nagyon régi G-Mercedes, és én úgy éreztem, hogy anélkül nem tudok élni, de ólapáttal volt fölszerelve, mert a hegyekbe használták. És állandóan azt néztem, hogy nekem meg kell venni. Hogy lehet élni nélkül, csak nem érdemes. És hát a család az teljesen kibukott ezen természetesen, de aztán az történt, hogy a tumorral együtt ezt is kioperálták. Tehát innentől kezdve nem vártam már. Kioperálták a Mercedes-t is a fejéből. Igen, hála Dévnek. Ez, hát hihetetlen történet, és örülök, hogy megúszta, gondolom első számú
gazdája az örömnek az éppen ön, hogy ezt megúszta meg a családja, de nem azért fejezem be az önnel való beszélgetést, mert nem folytatnám szívesen, hanem azért, mert 8 óra van, és eddig tart a mai halló, itt vagyok. Köszönöm, hogy hívott. Szívesen. És minden jót kívánok. Önöknek is minden jót kívánok. Egy hét múlva ismét találkozunk ugyanitt, és ugyanezen a számon lehet minket hívni. Minden jót! Thank you.